hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Öröm nézni, hogy milyen szépen idejöttek, sereglettek a buborékokra a gyerekek, és hogy élvezik ezt a látványt. Meg kéne próbálni elfogni ezeket a buborékokat, ugye? Próbálkozzál vele kicsit. Úgy. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, akik most már hagyományosan minden évben lehetővé teszik ezt a programot a város lapóinak. Köszönöm azoknak, akik végig sétálták a utat. Köszönöm a nagycsaládosoknak és a szlovákoknak, hogy a rendezvényhez rendelkezésre bocsájtották nem csak a felszereléseiket, hanem a munkaerejüket, a lelkesedésüket, a motiváltságukat. Kívánom mindenkinek, hogy érezze nagyon jól magát a mai programon. Ez a célja egyébként a mai napnak. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Mezőbelényben jó párszor örülhettünk már a Kacagó Ligetnek, valamint annak a családi napnak, melyet a mezőbelényi szlovákok szervezet, illetve a szlovák nemzetiség rendez. Idén is sor került erre, most egy picit másképp, ráadásul csúszott is a rendezvény a rossz idő miatt, de végül is az a lényeg, hogy megrendezésre került a gyermekek és szüleik nagy-nagy örömére. Igen, hát már több év óta rendezzük a mezőbelényi családok a Kacagó Ligetben című rendezvényünket, aminek nagy sikere van, és most gyermeknapra terveztük a projekt megvalósításával a családi napot, de a rossz idő ellenére elhalasztottuk, és azért most ma úgy gondolom, hogy ebben az óriási melegben, jó időben egy sikeres családi napot fogunk tudni megszervezni. Mert hogy ez is, ha úgy nézzük, egy összefogás, hiszen nem csak ti, hanem a Mezőbelényi Nagycsaládosok Egyesülete is részt vesz a szervezésben. Igen, a Mezőbelényi Nagycsaládosok Egyesülete kezdte el a Kacagó Ligetet egy jó pár évvel ezelőtt, és ebből jött az ötlet, amikor a pályázati lehetőségünk volt, hogy civil összefogással velük együtt valósítsuk meg, egy picit kibővítve magát a rendezvényt a projektellem lehetőségekkel, és így közösen tudjuk megvalósítani, és hát egy picit benne is van a címében, hogy Mezőbelényi Családok a Kacagó Ligetben. Na hát én nagy bánatomra nem vehettem részt ezen a rendezvényen, viszont akik részt vettek, azok mit is láthattak? Hát ugye vannak olyan elemek, amik biztos, hogy ismerősek a mezőbelények számára, valamint azok számára, akik persze mezőbelénybe látogatnak, de hát ki mit vállalt be? Igen, hát olyannyira nagyszabású volt, hogy 26 játékhelyszín volt a ligetbe elkészítve. Ez a projektnek a hozománya, hisz nagyon-nagyon sok új játékot tudtunk megvásárolni, és elhelyezésre kerültek a ligetbe, ezek általában sporteszközök. A hagyományoknak megfelelően a babakocsis felvonulással kezdtük a Kossuth téről, és hát ugye a gyerekek kedvence a Miki Egér és társai, az Óriás Bábok, az ő felvonulásokkal együtt vonultunk a babakocsis felvonulással, és hát ehhez ragaszkodnak is a gyerekek, és ez egy jelkép is, hogy ezek az Óriás Bábok itt vannak velünk, és folyamatosan így híreljük a rendezvényt, és ez a gyerekeket nagyon vonza. Amikor megérkeztünk a ligetbe, vagy megérkezünk a ligetbe, akkor szintén egy új projektellem a nagycsaládosok jóvoltából egy óriás buborékfúvó, és a buborékokban tartottuk a megnyitót. Polgármester urat kértük fel a megnyitásra, és tájékoztattuk az érdeklődőket, a családokat, hogy mi lesz a pontos program. És 11 órakor a Kacagó Bábszínházzal kezdtük, ami egy új bábelőadás volt, és ennek nagyon örültek a gyerekek, hogy már egy új előadást láthattak, óriási érdeklődéssel. Volt Gyermeksziget, a szlovákoktól a Mamicska konyha, a nagycsaládosok az óriás palacsintát sütötték, és most olyan színpadi produkcióval nem készültünk, mert úgy gondoltuk, hogy mindenki megtalálja a maga kedvének való játékot, és közösen több generáció összefogásával történt meg a családi nap. Zárásként egy új projektellen volt a családi mozi. Ott egy picit bajba is vagyunk a világosság miatt, hisz nem akartuk késő estére tenni, és 5 órától pedig családi szalonnasütéssel zárjuk akkor a családi napot. Na hát nekem pedig nem marad más, mint megköszönjön Kőrösi Mihály alpolgármester úrnak, hogy egy kicsit videózott helyettem is.
Nagyon szépen köszönöm. Nektek pedig gratulálok a rendezvényhez, mert nem akármilyen összefogás, nem akármilyen pénzösszeg, halljuk be őszintén, hiszen ezek azért nem olcsó dolgok, amiket ide megszerveztek, és nagyon-nagyon sok mindent sikerül ilyen módon ide Mezőberénybe varázsolni. Igen, én is köszönöm a lehetőséget, és akkor azt még azért csak szeretném elmondani, hogy a Európai Uniós pályázat finanszírozásából tudtuk megvalósítani, és ez most zárása a projektnek. Nem jelent jót. Nem jelent jót, de én azt gondolom, hogy ami eszközöket be tudtunk szerezni, akkor a fenntartó időben, a további években is, ha szerényebben, de meg fogjuk tudni valósítani a családi napot. És még azt szeretném elmondani, hogy még volt egy újdonság, amit nagyon fontosnak tartok, hogy egy pár gyerekkel a szelektív hulladékgyűjtés módszerét és menetét próbáltuk ki a színes kukáknál, és aki odajött és tudta, hogy melyik kukába melyik szemetet kell, és hogyan gyűjtünk szelektíve, környezettudatosan, azok választhattak egy kis labdát egy kosárból, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a környezettudatos szemléletet is tudtuk itt a családi nap alkalmával megvalósítani. Így aztán a végére mindenki kacaghatott. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen.